A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A főváros napi alkalmából elismeréseket adtak az Újvárosháza dísztermében. A Mátyás Corvinus Kollégium 5. osztályos tehetségei látogattak el szerkesztőségünkbe, hogy bepillantást nyerjenek, hogyan készülnek a hírek, illetve mi minden történik egy televízió szerkesztőségében. A gyerekek kipróbálhatták magukat, mint híradós műsorvezetők, illetve belekóstolhattak abba, hogyan zajlanak az operatőri és vágási feladatok egy televíziós anyag összeállításánál. Nagyon tetszett az, hogy itt ki lehetett próbálni, hogy milyen is egy ilyen híradósnak lenni. Megnézhettük, hogy mi hogy működik, és ki is próbálhattuk. Szerintem a legjobb az volt, amikor így kipróbáltuk, hogy milyen lehet híradósnak lenni. Megnéztük, hogy hol mit csinálnak, hogy hogyan vágják meg a hibákat. Nagyon tetszett a vágás, meg a programok nagyon jó voltak, amiket vágnak, és nagyon tetszett meg az, hogy igazából mi van az mögött, amit mi látunk a tévében, az nagyon. A gyerekek a Mátyás Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogram diákjai, akik különösen érdekesnek találják a televíziózás és az elektronikus kommunikáció világát. Az a célunk, hogy minél több tudományterülettel megismertessük a gyerekeket, hogy megtalálják a tehetségükhöz leginkább illő területet, és esetleg a későbbiekben a pályaválasztásban is tudjunk nekik segíteni. Az országosan több mint 200 diákkal működő program képzésein a gyerekek az iskolai oktatásban nem tanított témakörökkel ismerkedhetnek meg. Bár a pályaválasztás még távolinak tűnik számukra, közülük többen határozottan állították, hogy szívesen dolgoznának egy televíziós szerkesztőség munkatársaként.